Szervusztok, sziasztok! Üdvözlünk ismét mindenkit itt az M3 Autopark telephelyén, és egy szép hatos Mazda, amit most meg szeretnénk mutatni itt Concertoval. 2006-ból való, alufeln is, teljesen jó gumikkal, és szép egészséges karosszériával, nem horpat, nem karcos, de majd látni fogjuk belül is, hogy milyen esztétikus autó. Ő ugye egy benzines motorral van, egy 1.8-as benzinessel és ilyen 5-ajtós kivitelű. Tehát hatalmas ez a csomagtérajtó. Így néz ki. Itt is szép rend és tisztaság. Tartozékok természetesen itt megvannak. Concerto megmutatja nekünk. Íme, ugye alul a kis pótkerék. És a jobb oldala a járgányunknak. Íme, hogyha a képek nem adták volna vissza rendesen. Ugye belekukkanthatunk a hátsó utastérbe is. Lehajtható kis kartámasz, pohártartókkal. Ugye sok légzsák, ugye ott is vigyáznak ránk. Légzsákok és nagyon szép esztétikus kivitelű járgány. Nézzük rögtön a jobb oldalát, itt elől. Nagyon szép karcmentes betétekkel van. Szépek az ülések is. Ugye ő bőrkormányos, méghozzá multikormány, tehát tempomatot találunk rajta és rádióvezérlést. Mutatom, hogy mindenhol teljesen rendben levő autó. Ugye automata digit klímás, fölül jelez mindent, majd ha beindítom, mutatom. És két gyári kulcsa is megvan, ott lóg neki. Nézzük, hogy hol találjuk Petit és Ferit. Aha, rögtön itt van az egyik, és meg szeretném mutatni az autónak, ugye van szervizfüzete, illetve hát ugye most már úgy hívják, hogy ilyen digitális szervizkönyv. Tehát itt is követhető végig, hordták szervízbe, megvan neki, leinformálható. 130 ezer kilométer van egyébként az autónkban. Nézzük, hogy hogy szuperál, mert érdemes beindítanunk is. Nagyon köszönjük, Peti. És bemutatjuk azt is, hogy tényleg, hogy hogy indul. Minden működik az autóban, tehát központi zár, ablakok, légkondi, tükrök. Minden szuperál benne. Itt állítjuk, mutatja Concerto az ülésmagasságot. Ide is cetliztek valami szervizt. Kapcsolható ki meg be a légzsák. Állítható a fényszóró magasság. És ugye, mint mutattam is, tehát lámpaszenzor és esőszenzor is az autónkban. Íme ott az autó felirat. No, hogy indul? Gyújtásra dobjuk. 131 ezer kilométer. És teljesen csendesen, hibátlanul indul, hogyha csöndbe maradok. Ugye a komputert azt itt vezérelgetjük. A külső-belső mérsékletet itt váltjuk. Van itt fölül is egy dobozkánk. Illetve ugye ezeket itt nyitogatjuk, csukogatjuk, forgatgatjuk. Tehát így állítjuk a szellőzést, amennyire kényelmes. A rádiós fejegységünk itt van, illetve innen navigáljuk a légkondit is, ugye kikapcsoljuk, bekapcsoljuk. No, nagyon rendben van. Mutatom ezeket a szép betéteket, és íme Peti is, ő ezeket a pohártartókat találta magának, hát ide bújt ő is el. Gyorsan megmutatom, illetve vannak ilyen nyitható könyöklőnk, tehát ide is dobozkákat rejtettek. Még amit meg kellene néznünk, és meg szeretnék mutatni, az a motortere, hogy hogy ketyeg ez az 1.8-as Mazda motor. Hát igazán teljesen szépen és jól jár. Világítanak a lámpatestek, és segítünk itt Concertónak, hogy nyissa ki. Íme.
szigetelések is megvannak. Akkumulátorunk is rendben. Valami szervizbejegyzésünkről is van itt dokumentáció, és őt tudjuk mutatni, őt tudjuk adni most. Tudjátok, 15. kerület, Szent Mihály út 9-en, M3 autópark. Nagyon köszönjük Koncsártól, hogy ilyen lelkesen figyeltek minket, és követtek, és feliratkoztak ránk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, sziasztok, szervusztok!